A fiatalok körében is népszerű a disznóvágás, mint hagyomány, főleg ha az egy verseny formájában zajlik. A Szentgál Szőlőhegyért Egyesület és a Szőlőszem Mozgalom együttműködéseként már több éve rendezik meg a böllérversenyt. Ez a böllérverseny amellett, hogy ugye a Balogh László emlékverseny, ugye a Szőlőszem Egyesület első elnökének a megemlékezés róla, és hát tulajdonképpen ez egy a legjobb csapatépítő program, azt gondolom, és hát hívtuk a barátokat, az ifjúságot, támogatókat, úgyhogy mi nagyon jól el vagyunk, és hál' Istennek az égiek is velünk vannak, mert ennél jobb idő ehhez nem is lehetett volna. A Szőlőszem Mozgalom vezetője elmondta, miket is készítenek pontosan a résztvevők. Már a pecsenyéken túl vagyunk, közben a kolbász töltelék is elkészül, az abalé, az orjaleves készül, a lányok összerakták a töltött káposztát, úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy tám még nincs is 11 óra, teljesen jók vagyunk. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a megmérettetést. A program lényege, hogy két egyesület tagjai teljesen feldolgoznak egy-egy sertést, és ezt követően pedig elkészítik a hagyományos disznótoros ételeket, a fogásokat pedig zsűri értékeli. A szervezők szerint nagy népszerűségnek örvend az esemény, ezt az is jól mutatja, hogy évről évre egyre több a résztvevő. A Szőlőszem Egyesület és a Szentgál Szőlőhegyért Egyesület csap össze, és tényleg az elejétől kezdve fel kell dolgozni a disznót, tehát tényleg a tisztítással indul, szétszedni, bontás, sonka lekerekítés, ugye ez az egyik legnagyobb pontot érő feladat a két böllérnek, hogy kié a szebb sonka, és utána természetesen jönnek az ételek, orjaleves, töltött káposzta, pecsenye, kolbász, hurka, mindkét csapatnak ugyanazokat az ételeket el kell készíteni, és ugye egy zsűri értékeli, és ebből kerül majd ki a böllér király, a kolbász király, illetve a böllér kupáira a legjobb csapat. A Szentgál Szőlőhegyért Egyesület elnöke mesélt arról, hogy mi a titka annak, hogy egy közösség ilyen szinten tudjon működni évek óta. A rendezvény mögött évről évre egyre több a támogató is. Közösség, tehát ugye ez egy pici kis falu, mi elmondhatjuk, hogy szerencsére mi nem a fogyófaluk közé tartozunk, hanem ide versenyeznek, hogy házat lehessen itt kapni, és hát sajnos már nincs eladó házunk, elég sok fiatal költözött ki az elmúlt időbe, ami nagyon jó dolog, és szerencsére épül is a közösség, tehát tartjuk a hagyományokat, próbáljuk a közösséget egyben tartani, és ez meg is látszik, tehát tényleg ide szívesen jön mindenki, nyitottak vagyunk, szívesen látunk mindenkit, úgyhogy ez is tényleg egy olyan rendezvény, ahol ha valaki ide téved, akkor az jövőre is el fog jönni, meg utána is el fog jönni, úgyhogy hát ez egy nagy boldogság nekünk. Körülbelül úgy szokott kinézni, hogy egy órára készül el az összes étel, beszoktuk várni az összes ételt, hogy akkor egy teljes disznótorost lehessen végigkóstolni. Utána tombola sorsolás, rengeteg felajánlást kaptunk szerencsére, nagyon köszönjük mindenkinek. És hát olyan 3-4 óra fele szokott lenni a zsűrinek a végső értékelése, az eredményhirdetés, és utána már egy kicsit lazább a dolog. Eztem iszom, dínom, bánom. A nap végén tehát a zsűri kiválasztotta a győztes egyesületet, akik megnyerhették a Böllér király címet és az ahhoz járó kupát.